Az Alfa Seed 2004-ben alakult, akkor még nagyon kevesen dolgoztak a cégben, de ahogy növekedett a területük, úgy nőtt a dolgozói létszám és a munka is. A szántóföldi tevékenység mellett növénynemesítési tevékenységet is folytattunk, hiszen a kutatásfejlesztés egy fontos profil a cég életében és történetében. A, a 2011-es évben ö, sikerült egy ö, olyan bázis telephelyet találnunk, ahol most is tartózkodunk, ö, a, ahol ö, 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 több lehetőségünk nyílt a fejlesztésre, mivel a szántóterületek jelentősen nőttek, ö, mindenképp szükségünk volt olyan ö, tároló tárolókapacitás építésére, bővítésére, amely már el tudja látni a termelési hátteret. 2011 után 3-4 évvel még tovább tudtunk lépni, tehát gyakorlatilag a Kunhegyesi úti telepet teljes egészében megvásároltuk, és így a jelenleg, mint egy 2,6 hektáros telephelyen ö, látjuk el a, a, a tevékenységet, ahol meglehetősen nagy raktárbázist, feldolgozó üzemet. Építettünk fel. A cég jelenlegi tevékenység a növénynemesítés, a vetőmaguk előállítása, szaporítóanyag termesztése, ezek feldolgozása, értékesítése, ami nagy lendületet adott a fejlődésüknek. Az előállított növényeik alkalmazkodnak a szélsőséges időjáráshoz is. A K plusz F tevékenység célja az, hogy a megfelelő környezethez Jól alkalmazkodó fajtákat, hibrideket állítsunk elő, és ez sikeresnek bizonyult. Több növényfaj nemesítésével foglalkozunk, és ezek megállják a, a helyüket nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez azt jelenti, hogy dél-európai országokban, sőt a tengeren túl, tehát Dél-Afrikába, Afrikába is vannak értékesítéseink és megrendeléseink, és ez mutatja, hogy ezek a itt előállított hibridek megállják a helyüket abban a környezetben is. A cirok az a növény, amelyekkel a legsikeresebbek lettek mára. A legfontosabb ö, faj a cirokfélék, három fajával foglalkozunk, a, a szemes cirokkal, ami, ami a kukoricához hasonlóan tömeg, ö, ö, erőtakarmányként hasznosítható, és a silócirok és a szudáni fű pedig, mint tömegtakarmány, zöldetetésre, silóra, szénára, szénak hasznosításra, szilázsra egyaránt alkalmas. A, a cirokféléken kívül pillangósokkal, bükköny, bíborhere és lencse, is szerepel a palettán, ezeket is folyamatosan fejlesztjük, a pillangósokon túl pedig gabonafélék, rózsával, egy kicsit pohánkával, egyéb ilyen speciális növényekkel is foglalkozunk. A fejlesztéshez, kutatási háttérhez több pályázatot is nyertek az elmúlt időszakban. Természetesen a lehetőségeket mindig igyekszünk kihasználni, és már a, a kezdetek óta jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a pályázati feltételeknek megfelelve azokat el is nyerjük. Így mondhatom azt, hogy a, a, a kutatásfejlesztésben a pályázatok által nyújtott támogatás nagyon nagy, nagy segítséget nyújt. És például egy jellemző szám, hogy az elmúlt két évben több mint az árbevételünk 10%-át fordítottuk. Önerőt a, a, a kutatás fejlesztése, és emellett durván olyan 20%, ö, tehát dupla annyi állami támogatást kaptunk ezekhez a, a fejlesztési tevékenységekhez, amelyeket mindig eredményesen oldottunk meg. A cégvezető fontosnak tartja a fiatalok bevonását is a cég életébe, irányításába. Mindenképp. Fontos volt, hiszen ö, teljesen más szemlélet uralkodik ma már a, a mezőgazdaságban, ö, itt is nagy a műszaki fejlesztés aránya, és hát mindenképpen ö, szükségünk van a fiatal munkaerőre, hiszen a régiek lassan kiöregednek, hiszen én is már ö, épp jövőre leszek 70. Tehát mindenképpen váltásra van és volt szükség. Így a, a fiam is becsatlakozott a, a cégbe, és most gyakorlatilag már a gárda jó része az általa kiválasztott munkatársakkal együttműködik. Dr. Monori István operatív vezetővel arról beszélgettünk, hogy milyen források érkeztek a céghez a tulajdonos vezetői és nemesítői azt tapasztalták az elmúlt visszatekintésben, cirka tíz évben, hogy a jelentős piaci igények kielégítésére olyan erőfeszítéseket kell nekik eszközölni, amelyek gyakorlatilag még abban az időben meghaladták a képességét az Alfazit Kft.-nek. Azzal a lehetőség át előttük, hogy valamilyen külső forrást tudjanak bevonni ezekbe a kutatásfejlesztési programjaikba, amivel elsősorban a cirokféléknek a nemesítésére fókuszálnak. És az elmúlt, hát azt tudom mondani, hogy öt évben három nagy EU forrást tudtak lehívni, elnyerni, és részben megvalósítani, azért mondom, hogy részben, mert még két pályázat az még jelenleg is folyik. És tulajdonképpen ez a, ez a három pályázat, ami egy piha, piacorientált kutatásfejlesztést támogatott, valamint a GinoPlus programom belül egy infrastruktúrális fejlesztést tett lehetővé, a, a, nemesítés és a feldolgozás számára, valamint egy új genetikai e, szelekción alapuló e, nemesítést tudtunk megalapozni itt a e, Alfaszit Kft-nél. E, ezek, e, ezek a, források olyan lehetőséget biztosítottak az Alfaszitnek, hogy nagyon gyorsan európai színvonalú nemesítés közelébe érkezzünk meg, ami e, által e, anyagainkat gyorsabban tudjuk előállítani, új eszközöket tudunk bevonni a nemesítésbe, időben és humán erőforrás felhasználásban hatékonyabbakká tudunk válni, mert az új eszközökkel, tulajdonképpen, hogyha a genetikát nézzük, akkor a növényeknek a mélyébe látunk, a növényeknek a, 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 a az eredetébe látunk bele, és tudjuk azokat a tulajdonságokat mi kiválasztani, amit e, tulajdonképpen a piac vár el tőlünk. Így a szélsőséges időjáráshoz is a legmaximálisabban és sokkal gyorsabban tudnak alkalmazkodni. Ha ilyen intenzív lesz a környezeti változás, mint amennyit most tapasztalunk, ami a 2022-es évet jellemezte, de hogyha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, azt lehet mondani, hogy egy jelentős klímaváltozásban vagyunk, hogy ez a közepe vagy az elej vagy a vége, ezt nyilván ezt nem tudjuk mondani, viszont a, a genetikai információknak a ö, ö, ismeretében meg tudjuk azt mondani, hogy melyek lesznek azok a vonalak, melyek lesznek azok a fajták, amik a leggyorsabban fognak tudni alkalmazkodni ehhez a környezethez. Nagyon fel tudjuk gyorsítani ezzel a nemesítést, mert ki tudjuk zárni a nem szükséges vizsgálatokat. Eredményei alapján a céget külföldön jobban ismerik, mint itthon. Szerintem külföldön lehet, hogy hamarabb voltunk ismertek, mint, mint Magyarországon, de az a tapasztalat, hogy nagyon sok mindenki kikéri a véleményünket. Vidékre eljárunk olyan helyre szaktanácsot adni, ahova nem is mi értékesítünk. Szerencsére, amit az alapító tulajdonos említett, tehát dr. Fazekas Miklós említett, tulajdonképpen egy olyan összetett csapatról van szó, itt a mi esetünkben, ahol az állattenyésztétől tulajdonképpen a növénynemesítőig mindenki megtalálható, és ezért tulajdonképpen nagyon széles skálán tudunk tanácsot adni a mezőgazdasági vállalkozóknak. És egyre többet fókuszálunk Karcag környékére, valamint, valamint Magyarországra. Tehát ez most egy, egy, három éve, ez egy, ez egy nagyon fontos, hangsúlyos téma az Alfaszit Kft. életében. Most is új programon dolgoznak a cégkutatói. A jelenlegi programunk, ami a legmeghatározóbb, amint már említettem, az a genetikai szelekción alapuló nemesítés. Ez egy új eszköznek a bevonása, ismerjük a vonalainknak a teljes genom szerkezetét, ismerjük azokat a pontokat a, ezen a szerkezeten, tehát a, a DNS-ben, hogy hol vannak azok a pontmutációk, amelyek valamilyen tulajdonságot kódolnak, és ezek a tulajdonság alapján végezzük el a kiválogatását azoknak a növényeknek, amelyek potenciálisan az új kihívásoknak meg fognak tudni felelni.